Oké, posztolás. Belemegyünk egy picit, van egy jó 30 percünk, akkor jó, megnyomom. Akkor vegyetek elő egy kicsit papírceruzát, és akkor pár dolgot mondok. Nem technikát fogok mondani, hanem inkább, hogy hogyan meg miért kell ezt csinálni. Oké? Úgy, de ki vagyok száradva. Nézzük, mi van itt talán. Múltkor fölhajtottam egy pohár almaecetet, képzeljétek egy tréningben, így bekortyoltam. Nem tudtam, hogy azért néztem most bele, hogy véletlenül. Szoktam ilyen lúgosítást csinálni, hogy almaecetet nyomogatok. Oké. Okay. De ez egy tömény volt. Na szóval, posztolás. Ugye ez is a munkamenetnek egy része a posztolás. Hiába van egy jó tartalom, hiába tudod, hogy te miben vagy gyémát, ha az nincs kint megfelelő időben, megfelelő helyen, akkor nem fogják tudni, és ha nem tudják, akkor meg nem hoz konverziót, feliratkozót, regisztrálást, tehát magyarul kárba vész, úgymond kárba vész a munkát. De mégsem veszik kárba egyébként, mert megmarad, csak amikor rájössz, hogy ezt ki kéne tenni, akkor kezd el igazán generálni pénzt. Na most mondok egy érdekes dolgot, amit én nem akartam elhinni először. David Wood mondja, és a Lawrence-tem ugyanezt mondja, a Sharp is ezt mondja, az összes többi nagy guru ezt mondja, hogy blogolj 90 napig, de minimum. Ez minden nap elkezded, és hogy miért mondják ezt szerintetek, hogy blogolj 90 napig. Miért mondják? Azért mondják, elmondom nektek, mert 90 nap alatt ő körül lehet írni egy elég jó témát, 90 nap alatt megismernek téged az emberek, és 90 nap alatt kialakul 90 darab blogod. Na most figyeljetek ide, nagyon érdekes. Ugye van egy 80-20-as szabály, amit én is sokáig gondolkoztam, hogy most ez így van-e, vagy nem így van, mert tudod, mikor van egy jó ajánlatod, akkor a francba én ezt kiteszem, mert ez másnak is biztos olyan lesz, hogy ezt meglátja, hogy el fog álljulni. Ha mondok egy rossz hírt, nem fognak elálljulni. Sőt, pont az ellenkező hatása. Pont az ellenkező hatása. Én ezt úgy hívom, hogy kalambó effektus. Hogy úgy kezd jó előadni, mint kalambó, hogy van neki egy felesége, és soha nem láttuk, de úgy mellékesen mindig megjegyzi, hogy meg néha visszamegy, és akkor mindig mond olyan dolgokat. Imádom ezt a kalambó filmet, néha szoktam ezeket így nézegetni. És mindig mondja, hogy na még van valami. Na most, akkor gondoljuk el, van 90 darab blogod, mondjuk az első nap ugye azt az egyet teszed ki, amit megírtál. A második nap, figyelj, már kettőt kitehetsz ám, egyet kiteszed a tegnapit, meg egyet kiteszel, ugye az újat. Na most, ugye mondjuk, hogy ugyanazt a blogot ne tedd ki még egyszer, ki tudod tenni, csak más képpel. Tehát ne legyen az, hogy mindig ugyanazt osztod meg. A harmadik nap, már ki tudod tenni az elsőt, másodikat, harmadikat, a negyedik nap, elsőt, másodikat, harmadik, negyediket, és így tovább. Igen, ez, de még ez emelésnek tűnne, mert mindig ezt nyomott töményen. Na most ezt az egész tartalmat kell elrejteni úgy a 80-20-ba, hogy az úgy nézzen ki, hogy te egy szórakoztató fickó vagy, aki hát ugye nem csak nyomul. És basszus mondom, reggel nézem már az én saját cuccomat, mondom, hogy most erről fogok beszélni, mert ezt David mondja, nézem már meg, és képzeljétek el, nálam se jó van. Tehát nem mindig van jól. Huha, mondom, ezt most nagyon jó tanítás, mert ahogy ezt így mondom, rögtön át kell nézni ezt a 80-20-as szabályt, hogy ez tényleg jó legyen. Nézzétek csak meg a blogjaitokat, hogy te, ha fölmenni a saját, nem a blogot, hanem a Facebookotokat, hogy hány ilyen nyomulás van rajta, és meg fogtok csodálkozni, hogy sokkal több van rajta, mint gondolnád. Nem, mert hirtelen olyan jó blogot írtál, hogy azt mondod, hogy ezt a világnak látni kell, és nem. Épp az Edzolival beszélgettem valamelyik nap, egy héttel vagy két héttel ezzel, már nem tudom, és mondta, hogy figyelj, de most olyat írtam, ezt kiteszem, mindenki hasra esik vele. És mondja, hogy basszus, alig nézte meg valaki, de kitett valami olyat, ami hát ez lehet, hogy nem lesz olyan. És 4-500 ember, de valami 10 perc alatt megnézte. Tehát nem tudhatod, hogy melyik lesz az, amit más ember meg érint. Viszont azt mondja Lawrence Tam, hogy amikor rájött arra, hogy az embereket szórakoztatni kell, és olyan érdekes témákat kell kitenni a Facebookra is, ami alapján
ugye megnézik az oldalt, tehát rákattintanak, lájkolnak, vagy meg is osztják, mert ezzel azt éred el, hogy egyre jobban látogatott lesz a te saját oldalad. Na most itt megállok egy picit, ugyanis nem tehetsz ki mindent a te saját oldaladra se. Megmondom miért, mert megint nem tudják az emberek majd, hogy most akkor hogy van, most ide bement ez egy film, utána bement egy gyógyítás, akkor utána bement egy hogyan oldjuk meg a devizahitelt, és akkor hogy hú, egy nagy csomó maszlag van. Most nem nézze ki már a chat falra, a végén. És a lényeg az, csinálni kell fanpage oldalakat. Most megkérdezem tőletek, tényleg tényleg is elcsalálkoztam, nem tudják sokan. Tudjátok, mi az a fanpage oldal? Azért mondom így angolul, mert ezt így mondják a Facebook berkedben. A fanpage oldal egy olyan, írjatok már egy igent, aki ismeri azt. Ez egy üzleti oldal. Egy olyan oldal, ami célirányosan egy valamiről szól. De most, hogyha van egy ilyen oldalad, megkönnyíti az életedet nagyon jó, még a posztolásoknak a technikájába is, ugyanis ide már be tudsz tenni olyan érdekességeket, ami képként jelenik meg, már a kalatúból. Ezt majd később elmondom, hogy hogy van. Tehát a lényeg az, hogy azt mondjuk 80-20-as szabály. Legyen egy olyan üzleti blogod, ami csak a saját üzletedről szól. Tehát ott van a tiens, akkor legyen egy tiens oldalad, ahova ne engedj be más információt. Ott csak a termékek, társadalmi bizonyítékok, ötletelések, beszélgetések, azok a blogok, amik a tiensről szólnak, azok menjenek be. Csinálsz egy ilyen fanpage oldalt, fogod magad, és oda e-mail cím, illetve meghívás alapján meghívsz embereket. Na most itt jön a fantasztikum benne, hogy olyan ember fog bemenni a tiens oldaladra, akit érdekel a tiens. Itt van egy szűrő. Olyan ember ritkán megy be, akit a tiens nem érdekel, hanem mondjuk a pingvinek nem élete érdekel. Ez nem fog bemenni a te tiens oldaladra. És akkor fogod magad ide szépen, ha te ezóval foglalkozol, vagy spirituális tanító, vagy csinálj egy fanpage oldalt. Hogyan? Hát beütöd a Google-be, hogy fanpage oldal szerkesztése. Nem a Google-be, hanem oda is beüteted, hanem a YouTube-ra. És a YouTube-on van egy csomó olyan videó, mi is csináltunk, hogy hogyan csinálj egy fanpage oldalt. Fogod magad, oktató videó alapján megcsinál a fanpage oldaladat. Egyébként úgy van kitalálva a Facebook, hogyha picikét is akarsz te, akkor önműködően ide kattints, oda kattints, és meg is van egy fanpage oldal. Én úgy csináltam meg kettő ilyen oldalt, hogy azt tudtam, hogy létezik ilyen, csak olyan jó, hát oké, ide kattintok, és meg volt a fanpage oldal. Minden egyes réspiacodnak egy fanpage oldalt csinálj. Elárulom nektek, van egy internetmarketeres barátom, aki csinált olyan oldalt, ami nem is tudják, hogy az övé, mert egy bulvár oldal. Tudja nagyon jó, hogy nagyon sokan fognak rákattintani, mert az emberek szeretnek kutakodni másoknak az életébe, és erre rákattintanak. És tudom, hogy ez a barátom innen szerzi a forgalmának a nagy részét. Nagyon-nagyon komolyan kell venni a Facebooknak ezt a lehetőségét. De csinálj ilyen fanpage oldalakat. Nekem például van filmes oldalam. Olyan oldalam, ami ki szoktam úgy tenni filmeket, és akkor, amit én megnézek természetesen. Hogyha olyan romantikus filmeket én szerettem, akkor azokat ki szoktam úgy tenni. Értékes filmeket próbálok oda kitenni. És hogyha valaki oda meghívok, ugye szereti a hasonló filmeket, mint én, akkor rá fog kattintani majd arra a filmre, rámegy az én filmes oldalamra, ahol természetesen lesz olyan kis banner, vagy widget, amit tovább tudom görgetni, ami ahonnan el fog találni majd az én üzleti oldalamra. De azért, hogy neked segítsen a Facebook, csináljatok ilyen fanpage oldalakat. Ha téged a fogfejlítés érdekel, akkor fogfejlítés oldalt is csináljál. Ha téged érdekel a, mit tudom én, a vallás, akkor a vallásból azt az oldalt megcsinálod. Érdekel az automotorsport, akkor egy hasonló fanpage oldalt csinálj. Utána már megtanítunk téged arra, hogy ezt ugye hasonlóan, ugye van egy fanpage oldal az automotorsportról mondjuk, ez összeköttetésben van azzal a blog oldaladdal, ami az automotorsportról szól, oda írod mindig ezeket az aktuális cikkeket,
de mellesleg, mint Kalambónál, ott vannak olyan widgetek, amire, ha akar a látogató, úgyis rá fog kattintani, és akkor szépen átmegy, és már uralod a forgalmat, ugye Wix Trailhouse. Na most, ha van fanpage oldalatok, akkor ugye meg tudjátok osztani ezt az alsó vonalatokkal. És itt kialakulhat egy olyan internetes vírusmarketing, ami alapján, hogyha mondjuk a te alsó vonalad, mondjuk az én alsó vonalam szereti azokat a filmeket mondjuk, amiket én kiteszek, akkor oda be tudja tenni a saját filmeit. Tehát hangsúlyozom, ide csak az a film menjen be, olyan film, ami arról szól, amit én kitettem, tehát itt is, ezt is meg kell tanulni. Közben látom, élinken él a chatfal, Cudarbánk tanítja itt a népet, de nem gond, nem kapcsolom ki. Na, tehát a lényeg, hogy legyen ilyen külön-külön fanpage oldalata. Oké. Okay. Hogy megy ez technikailag a posztolás? Fogod magad, ugye írsz egy blog bejegyzést. És az első számú olyan dolog, amit legkönnyebben meg tudsz csinálni, hogy magának a blog bejegyzésednek a linkjét kimásolod, és szépen beteszed a fanpage oldaladra. Na most itt van egy trükk. Ezt a te saját oldaladon nem tudod megcsinálni, csak a fanpage oldalon, amikor beteszed, és elkezd egy ilyen kis töltő ablakocska menni, megy, és egyszer csak kiugrik egy olyan, hogy egy kép, amihez ugye föl tudod tölteni, ha jól betetted a képet a Calatubba, akkor az a kép fog megjelenni, de előfordul, te közben időközben meggondoltad magad, és esetleg másik képpel is meg szeretnéd ugyanazt a blog oldalt jeleníteni, akkor rákattintasz kép kicserélése menüre, és ki tudod cserélni. Most ezt elcsináld reggel meg este, és készen vagy a forgalom generálása. Na most, hangsúlyozom, ezt a saját oldaladon még most nem tudod csinálni. Van a Calatubba egy olyan rész, amikor rákattintasz, hogy megosztod, a G pluszon meg tudod osztani, hogy rögtön sikerülni fog, és a Facebookon is meg tudod osztani, mivel egy beta rendszerben van, ez nem mindig sikerül még a Facebookkal megosztani. Innentől kezdve csak úgy jó ezt az egész történetet csinálni, hogyha magát a linket osztod meg, azzal a módszer, amit az elején elmondtam. Természetesen van olyan program, amit mi használunk, hogy egy képposztoló program, ami alapján te kiválasztasz egy adott képet, ami a blogoddal úgy összhangban van, és ezt a képet fogod kitenni. Így is meg lehet csinálni. Nem megyek bele most úgy technikába. Meg lehet úgy is csinálni magát a posztolást, mint régen csináltuk. Föltöltesz mondjuk az oldaladra, ezt saját oldaladra is megteheted, föltöltesz egy képet, ami összhangban van természetesen a blogoddal, és ehhez a képhez teszel egy picike kis írást, és aláteszed azt a linket, ami a blogbejegyzésednek a linkje, de ez nem fog rögtön átmenni a te blogodba, hanem magát a képet, ugye arra rákattintanak, hogy esetleg megosztják, ugye régen mi ezt csináltuk, és amennyiben bővebb információt szeretnél, akkor rákattint a linkre, és átmegy a te oldaladra. Régen ezt csináltuk, és nagyon hatékony volt tulajdonképpen, amikor nem voltak még ezek a kép kattintatos megosztó programok. Egyébként a Calatu teljesen, amikor teljesen kész lesz, tehát ugye még beta rendszerben van, akkor ezekkel nem lesz gondotok, tehát ez gyorsan fog menni, de még most ugye azzal főzünk, amink van. Ez ideig érthető-e? Egy tízest kérek szépen, aki úgy most már tudja, hogy miről van szó. Ha nem, akkor még ezt úgyis boncolgatjuk, de kérdezzétek a szponzoraitokat, és akkor el fogják mondani, illetve oktató videókban megvannak ezek. Anti bácsi 9-es beírta. Ez az 100%, ezt nem tudom, mi lehet. Oké. Okay. Most egy technikát mondtam, ez ilyen száraz dolog, de muszáj ezt így tudjátok. Na most visszatérek arra, ha 90 napit blogolsz, 90 darab blogbejegyzésed van, és 90 darab blogbejegyzés úgy be van téve, hogy a 80-20-as szabály szerint az oldalakba szépen elszortírozod, akkor meg tudod azt csinálni, hogy megy ki az oldaladra, a saját oldaladra mondjuk, tudom én, 8 darab szórakoztatás, tehát olyan, ami úgy kertcsinálásra ad okot, hogy esetleg lájkolják, és 2 olyan, ami esetleg
mondja, hogy a te profilod micsoda. De a fanpage oldaladon nagyon könnyen meg tudod ezeket a dolgokat csinálni. Most azért érdekes ez, mert vannak automata posztolók, és most egy kicsit úgy védelmére kell az automata posztolóknak. Ilyenkor már tudod jól használni. Mert be lehet úgy állítani óra percre, ugye a különböző szoftvereket, hogy automatán posztoljon a Facebookon időre, hogy te ha beállítod előre, tudom én fél évre is be lehet állítani, bár azt inkább egy hónapra előre be tud, vagy egy hétre előre be tudod állítani, és megcsinálja helyetted, hogy az adott linkeket kiposztolja. De ide jön az a trükk, hogy ne oszd meg csoportokba, ne arra használd az automata posztolót, amennyiben rendelkezel vele, hogy te a saját, vagy a különböző csoportokban, mint spamit berakod, hanem az automata posztoló tegye be a saját oldaladra, mert az nem lesz spam, mert te irányítod innentől kezdve. Az más, hogyha nem akarják megnézni, majd nem fogják megnézni. De nem fogod a senkinek a körét így piszkálni azzal, hogy most így spamet beraksz valakinek az oldalára például, vagy egy csoportban, képzeljétek el, van egy csoport, ami tök jó ilyen ismerkedős csoport, mondjuk is, hogy berak valaki automata posztolóval, ráadásul sokszor, egy ilyen hirdetést. Tehát borzasztó kellemetlen tud tenni, és utána megsértődik az ember, hogy letiltja a Facebook az oldalát. Tehát ezt azért mondom, hogy lehet használni a különböző posztolókat normálisan is. Ugye kijöttek most különböző ilyen érdekes szoftverek, hogyha így használod, ez egy tökéletes módszer. És a hirdetés oldalas csoportokban se. Zsuzsi, én nekem határozottan nem a véleményem. Ugye hál' Isten, itt van Viktor. Akkor visszakérdezek, Zsuzsi. Van egy hirdetési oldalas csoport, ugye? Elmondom nektek, mert kérdezgettem, akik ott vannak, hogy te figyelj, te el szoktad olvasni a hirdetéseket? Így végig szaladnak, de általában a saját hirdetéseiket olvassák. Tehát nagyon ritkán van olyan, hogy a hirdetési csoportokból jöjjön valami. Én nem tartom, tehát nagyon nagy tehát nem tartom egyáltalán értelmét annak, hogy oda, ami hirdetve van, és őszintén, az mindig a hirdetőnek fontos. Én soha nem hirdettem például a Herbalife-ot. Egyszer vagy kétszer megpróbáltam, hogy tényleg nem működik, tényleg nem működött. Nem volt belőle sose hasznom. Mert a hirdetőnek fontos, meg sok pénzbe is kerül. A fanpage oldaladat, az már más, hogy te meghirdeted, mert a Facebookot segíted. De akkor, amikor már van 4-5 ezer fő látogatója. Természetesen nem a készpénz, amit én most mondok, de én azt tapasztalom, és munkatársak is mondják, hogy akik így szórják kifele az ilyen hirdetési oldalakra, van ez a Lufis bácsi, az nem munkatársunk nekünk, csak így látom, hogy állandóan nyomja kifele, és én már annyiszor mondtam neki, hogy figyelj, de gyere, megtanítjuk, tényleg olyan szívesen így végigmegyünk, nem, ő spamel, nyomja kifele. Nem jó. Ha meg akarod utáltatni magadat, a legjobb módszer az, amikor ezt csinálod. Én nem szoktam. Max 3-4-be esetleg, ha olyanod van, kiteszed hátrahoz valamit, de nem. Én már rájöttem, hogy ez nem működő dolog. Itt van, a saját ismerőséget már nem érdekli, mivel foglalkozol a fészen. Sokan vannak, csak észek. Így van. Nagyon jó, Attila, hogy ezt beírtad. Ha egy héten egyszer kiteszek, mindig van feliratkozó. Igen, de hát ott azt írod, hogy egyszer teszed ki. Tökéletes, fölösleges. Megnyugszik a lelket, hogy jó van, ezt is csináltad. Tehát nem azt mondom, hogy ne csináld, ésszel csináld. Kiteszed, jó, de ne várjál nagyon nagy eredményt. Inkább az energiát, Zsuzsi, azzal foglalkoz, hogy minél több értéket adjál. És a réspiacodat állandóan szűkíteni. Ezt írjátok fel nekem, ez egy nagyon nagy tanulság, hogy réspiacnak a torkát el kell kapni, és jól megszorítani, még jobban szűkebb legyen, réspiac, nem tudom, hogy tudjátok-e. Tony Robbins módszere, hogy ő valakivel beszélget, valakivel beszélget a Tony, akkor nézi a problémáját az emberkének, vagy egy házastársi problémát akar megoldani, és addig-addig beszélteti az embereket, míg rájön a fő gyökérokra, és ha van egy virtuális tör, így mondják, amit így kivesz Tony Robbins, és így beleszúrja így az elevenbe, úgy jó meg is forgatja. Mondok egy példát, van egy jó barátom a Herbalife-nál, van egy irodájuk fönn Pesten, és ott bement egy nénike,
úgy nézgelődni, hogy mit kéne venni, fogyni szeretett volna, meg úgy, hát úgy nem volt jó a vérnyomása neki, egy jó kis duci, nagyon aranyos hölgyről van szó, és úgy beszélgettek, és hát kiderült, hogy nagyon jó lenne neki a Herbalife, de hát kiderült, hogy ez baromi drága, ez nem. És hát ugye a barátunk az tudta pontosan, Tony Robinson nőtt föl, hogy most mit, hogy kell beszélgetni. És nem azt mondta a nénének, hogy bá, pedig csak le kéne fogyni, de nem fogyok le, de kell kéne, nem fogyok. Tudjátok, ez a newtoni hatás, hanem kivette a problémát a hölgyből. Tehát tudta nagyon, hogy le akar fogyni a nénike, de lehet, hogy sajnálta rá a pénzt. És következőt kérdezett tőle, hogy van-e unokája? Most beszélgessünk másról. Hogy ne? Szereti az unokáját? Hát persze, hány unokája van? Három. Aztán hogy szoktak játszani? Persze, szoktunk. Hogy szoktak játszani? Hát, tudod, kivisszük a parkba, a gyerekek ott rohangálnak. Sokszor mondják, hogy a mama, gyere már, de én nem tudok rohangálni, hát ekkora térdekkel, meg ekkora hassan, nem csak ott ülök, izzadok a napon. Aztán barátom mondja, hogy szereti az unokáját? Így halkan. Hát persze, hogy szeretem. Nem szereti az unokáját. Tudjátok, ilyen hirtelen így rá, hogy nem szeretem. Hát most mondtam, hogy szeretem. Nem szereti. Mert tudja, hogy ha szeretné, akkor tenne az egészségért valamit. Mert ha ez így folytatódik tovább, akkor egy másfél év múlva lehet, hogy nem lesz a mamája az unokának. Tehát mit csinált? Ez kicsit ilyen fura, nem? Hogy így ráordított, persze, utána visszahúzta. Nagyon jól tudja a Tony Robbins ezt. Beleszúrta a tört, hogy mert nem az volt a fontos, hogy most a termék, vagy valami, hanem kivette azt a problémát, hogy nagyon szerette a mama az unokát, de rájött arra, hogy basszus, nem magáért kell a fogyás, meg hogy úgy helyrehozza magát, hanem azért, hogy a kis unokája még 10 év múlva is lássa, hogy fölnőjön az unoka. Na most ez a beszélgetés természetesen itt hosszabban tartott, és hát gondoljátok, hogy mi a vége. Egy nagyon jó sikertörténet egyébként, ez a hölgy lefogyott, helyrejött a viszere, meg különböző olyan érdekes dolgok történtek vele, és utána az egyik képzésen elhozta a nagymama az unokát, aki már ugye nagyobb volt, és hát ugye elmesélték ezt a történetet, és mindenki sírt a teremben. Csak azért mondom nektek el, mert ez az értékadás. Hogyha ez a sztori le van írva egy olyan termékről, amit te mondjuk használsz, akkor meg van jelentetve jó fanpage oldaladon, oda van generálva egy csomó emberke, aki úgy szereti a terméket, meg ismeri már lassan, meg úgy kacérkodik, hogy hát úgy neki is kellene, akkor lehet, hogy erre az értékre rá fog klikkelni egyet, hogy megosztja. És el fog menni az univerzum, úgy elviszi, olyan ember elé fogja lerakni, aki szintén nagymama, szintén ott ül a homokozóba, látja, hogy a gyerekek ott szaladgálnak, és arra gondol, hogy így kell élnem tovább, és lehet, hogy már a mama nem is kell, már a gyerekeknek úgy mondani, mert nem játszik normálisan, mert vannak más mamikák, akik meg játszanak. Tehát értitek, amire gondolok? Tehát itt az érzelmekre nagyon komolyan lehet hatni, és ez jó dolog, ez nem manipulálás, nehogy azt higgyétek. És ezek az igazi értékek, amiket így le kell írni a blogokba, és ezt te jól kommunikálod, és hol van már ez, hogy kiteszel egy hirdetést a közösségi oldalakra? Az más dolog, hogy a hirdetésed, ami kapcsolódik a termékhez, az már rajta lesz a blog oldaladon. Én ebbe látom a jövőt, és így az internetguruk ezt mondják, mindegyik ezt mondja, hogy úgy megcsinálni az értékesítési csatornát, hogy ez az egésznek egy része legyen. És ebben nem fér bele a spamelés. Én nem láttam sehol olyat, ahol a David Wood, vagy csapata azt mondta volna, hogy na, ezt az értékesítési videót most spameljétek mindenhova. És mit látunk? Hogy emberek az értékesítési videót, a legújabbat mindenhol spamelik kifele. Ne tegyétek. Oké? Egy csertus doktor beírta valaki. Jó. Na, hát eltelt a mai reggel. Remélem, hogy úgy kettő részre bontottam, egy picit úgy... Lehet, hogy megsértettem esetleg valakit, de higgyétek el, értetek teszem azért, hogy fejlődjön az egész üzenet, amit mi csinálunk, mert ez egy nagyon jó szakma is. Így összefoglalva, hogy legyél tanítható. Amikor becsatlakozol
ezért a 9 dollárért, vagy 25 dollárért, vagy a 40, vagy majdnem 50 dollárért, vagy kiválasztod a csomagot, akkor arra gondolj, hogy te azért jöttél, hogy tényleg megtanuld, és nem azért olyan pici az összeg, amivel be kell csatlakozni, mert ez egy nem komoly dolog, hanem azért, hogy segítsen ugye ez a rendszer téged. De tedd oda te saját magadat. Adj annyit legalább, amennyit a szponzor segít neked, és akkor ki fog nyílni az egész, és akkor meglátod, hogy ez egy szuper dolog. Jó, akkor holnap folytatjuk, nézem milyen nap van, szerda, holnap csütörtök, és nem találsz egy fanpage készítő oldal oktató videót? Itt az ideje egyébként, hogy Julika csinálj egy ilyet. Mit szólsz hozzá, csinálj egy ilyet, hogyha megkérhetünk rá. Ha nem, akkor muszáj lesz megint. Jó? Tehát amikor valaminek följön az igény, akkor azt csináld meg. Ez a legjobb értékadás. Valamit nem tudsz, te tudod? Ezt csinál, vesd papírra, videóra, és tedd föl. Ebből lesz az érték. 10 éves gyerekek csinálnak oktató videókat, hihetetlenül. De egyébként van Facebook fanpage, én is csináltam, tehát vannak fent. Bodnár Ati is csinált valamelyik nap. Sziasztok, az erő legyen veletek, és akkor holnap találkozunk ugyanebben az időben.